Sziasztok! Egy régi adósságomat törlesztem ezzel a videóval, remélem a hasznotokra fog válni. Úgy foglak titeket végigvezetni a basszusgitár beállítás rejtelmein, ahogy én szoktam itthon csinálni, tehát félig meddig házi praktikákkal, amikor nem állnak rendelkezésetekre nagyon profi mérőeszközök, illetve szerszámok. Mindössze egy hangológépre, illetve néhány olyan eszközre lesz szükségetek, ami reményeim szerint nálatok is megtalálható otthon. Vagy pedig eleve megkaptátok a basszusgitárral. Ha te esetleg másképp csinálod, vagy van valamilyen bevált fogásod, ötleted, akkor oszd meg velünk itt, a komment szekcióban. Gyakran hallom, hogy azért nem álltok neki beállítani a basszusgitárt, mivel féltek attól, hogy tönkreteszitek. Hát higgyétek el, hogyha van egy minimális műszaki érzéketek, illetve nem vagyunk annyira teljesen kretének, hogy izomból erőltessünk egy-egy menetet, akkor nem fogjuk tönkretenni szeretett basszusgitárunkat. Érdemes betartani néhány alapszabályt. Először is tartsunk rendet magunk körül, hogy az apró csavarok, alkatrészek el ne kallódjanak. Fontos, hogy legyen elég helyünk ehhez a művelethez, mivel a gitár forgatás közben sokkal gyakrabban sérül meg, mint a beállítás alatt. Mindig a megfelelő szerszámokat használjátok. Ha nem a megfelelő méretű eszközt vetjük be, akkor nagyon könnyen elnyírhatunk egy-egy imbuszfejet, ami a nyakpálca esetén kimondottan kínos. Az új basszusgitárhoz mindig megkapjátok a gyári eszközöket, ezek biztosan jók. Hogyha pedig használt gitárt vásároltok, akkor érdemes érdeklődni a gyári eszközök megléte felől. Ha pedig nincsenek meg, akkor keressétek ki a neten, hogy mik a pontos méretek. Ha valamelyik csavar szorul vagy feszül, ne erőltessétek, illetve ne izomból húzzuk meg a meneteket, facsavarokat. Nem kell ide egy nyomatékkulcs, csak egy kis műszaki érzék. Ha pedig úgy érzed, hogy nincs elég önbizalmat beállítani a basszusgitárodat, akkor hagyd, nem ciki egyáltalán hangszerészhez fordulni. Illetve csak egy picit ciki. De ha be tudod állítani magadnak a hangszeredet, azzal igen sokat nyerhetsz, mivel még egy profi hangszerész sem tudja annyira pontosan, hogy mi a kényelmes neked, mint te magad. Ne feledd, minél alacsonyabbra állítjuk a húrokat, annál több dinamikát veszítünk, valamint csak tökéletes, balkész, tehát fogólap technikával fogjuk tudni kihasználni az extrém alacsony beállítás előnyeit, különben csak zörögni, csörögni fog a hangszer. Na de nem egy ilyen nesze semmi fogd meg jól videóval szeretnék szolgálni, nézzük meg, hogyan működik a basszusgitár. A basszusgitár beállítását 6 manőverre bonthatjuk. 1. A nyak beállítása, 2. A húrmagasság beállítása, 3. Az intonáció, vagy lánykori nevén az oktáv beállítása, 4. A felső nyereg beállítása, 5. A hangszedők, vagy hangszedő magasságának beállítása, valamint a bundok beállítása, csiszolása. Az utóbbi háromról ebben a videóban nem lesz szó. A nyak beállítása az nem a húrok magasságának beállítására szolgál, azonban a felső nyerekhez hasonlóan ez is nagyban fogja majd befolyásolni, hogy milyen kényelmesre tudjuk beállítani a basszusgitárunkat. A basszusgitár nyaka úgy működik, mint egy íj. Ha nincs rajta húr, de működik a pálca, akkor kifelé hajlik. Ezt a görbületet majd a húrok húzzák ki, jó esetben kb. Egyenesre, együttesen majd egy mázsával. A nyakpálca feladata persze azon kívül, hogy extra merevítést adjon a nyaknak, az az, hogy ezt az ívet szabályozza, hiszen nem minden húrkészletnek egyforma húzása, illetve hát nem mindenki ugyanúgy szereti. Ezt az ívet nagyon jól lehet látni, hogyha belenézünk a bundok sorába. A foderákból ez a nyakpálca nagyon könnyen kiszerelhető, így aztán ti is látjátok, hogy hogyan néz ki, mettől meddig dolgozik. Akár a fejnél, akár a testnél lehet állítani a gitáratokon ezt a nyakpálcát, ha szembenézünk vele, akkor az óra járásával megegyezően feszíthetünk rajta, ellenkező irányban pedig lazíthatjuk. Mielőtt nekiállunk a beállításnak, ellenőrizzük le, hogy minden csavar, különösképpen a nyak csavarjai meg vannak-e húzva. Ezután pedig hangoljuk be a gitárt úgy, ahogy szoktuk. Én azt szeretem, hogyha a nyak szinte majdnem teljesen egyenes,
Egy foder a nyakát egyébként ki lehet húzni teljesen egyenesre is, azonban ezt ma már minden újabb, jobb gitárral meg lehet tenni szintén, mondjuk egy Zandberg minőségtől fölfele. Először is ellenőrizd le, hogy most milyen íve van a gitárod nyakának. Ha van otthon egy hosszú fém vonalzó, az nagyon jó, azonban ezt meg lehet tenni a húrral is. Fogjuk le az első bundot, és függetlenül attól, hogy hány bundos a gitárod, az utolsót. Ekkor elvileg valahol a nyak közepén látni kell egy kis rést a bund teteje és a húr alja között. Van erre mindenféle gyári specifikáció, hogy mennyinek kell lenni ennek a résnek, 1-2 vagy akár 3 mm-nek, de ez a videó pont arról szól, hogy úgy állítsuk be a gitárt, ahogy neked tetszik, nem pedig ahogy a gyárnak. Arról nem is beszélve, hogy könnyebb a gyárnak egy olyan hangszert készíteni, aminek 2-3 vagy 4 mm van megadva a nyakgörbületnek. Mint ahogy említettem, én ezt a gitárt úgy szeretem beállítani, hogy ez a görbület nagyon kicsi, tehát alig van rés, 1 mm vagy akár kevesebb. Más gitárjaimon, főleg a régebbieken, ez a rés inkább 1-2 mm. Ha nincsen rés, vagy esetleg túl kicsi ez a hézag, akkor lazítsunk rajta balra. Ha pedig túl nagynak találod ezt a hézagot, akkor feszíts a nyakpálcán jobbra. Negyed fordulatonként haladjunk, majd hangoljuk be, és ellenőrizzük le ismét. Van olyan, aki még tehermentesíti is a gitár nyakát meghúzás közben, én azonban nem vagyok ennyire tudományos. Az újabb, modernebb gitárokat könnyebb beállítani, a régebbiekkel legyünk egy picit türelmesebbek, finomabbak. Jöjjön a húrmagasság! A húrmagasság beállítását ezekkel a kis imbusz csavarokkal végezzük a húrláb babáin. Egyenletesen hajtsuk ki vagy be a baba lábait, ezek maradjanak, ha egy mód van rá, párhuzamosak a testtel. A húrok magasságát a 12. bundnál mérjük, egész egyszerűen azért, mivel 12. bundja minden gitárnak van. Az teljesen rád van bízva, hogy milyen magasra állítod be a húrjaidat, 1, másfél, 2 vagy akár 3 mm a húr alja és a bund teteje között. Ha akarod, lemérheted egy tolómérővel, de érzésre is beállíthatod. Az viszont biztos, hogy a mélyebb húrokat érdemes fokozatosan magasabbra hagyni, mivel a mélyebb húroknak nagyobb az amplitúdója. A húrok magasságát mindig az adott bundhoz mérd, tehát ez nem egy abszolút magasság, mivel a fogólap rádiuszát is figyelembe kell venned. Kis lépésekben haladj, minden állítás után hangold be a gitárt. Csak egy jó tanács, hogy maximum olyan alacsonyra állítsd be a húrokat, hogy ha akarsz, akkor tudjál zörgés nélkül játszani. Hiszen valljuk be, hogy más az a zörgés, ami attól alakul ki, hogy túl alacsonyra engedtük a húrokat, és más az, amikor szándékosan nyúlunk bele egy picit. És most jöjjön néhány csörgés-zörgés hiba üzenet. Ha a nyakat sikerül túlhúzni, akkor elsősorban a magasabb bundoknál fog csörögni-zörögni a hangszer, és jellemzően több bund is egyszerre. Ha pedig a húrokat állítottuk túl alacsonyra, akkor elsősorban a mélyebb fekvésben fog zörögni. Ha pedig egy-egy hang csörren-zörren meg, akkor valószínűleg a bundokat kell beállítani, csiszolni, irány a hangszerész. Harmadik lépés az intonáció, vagy más néven az oktáv beállítása. Ha egy mód van rá, mindig új húrkészlettel végezzük. Ha behangoltuk a basszusgitárunkat, és mégis hamis, főleg itt a felső fekvésben, akkor bizony oktáv állításra van szükségünk. Ez sem nehéz egyáltalán, álljatok neki nyugodtan. Ilyenkor a célunk tulajdonképpen az, hogy a 12. bund pont a menzúra közepére kerüljön. Hogy miért nincs ott eleve? Hát az az igazság, hogy a nyak állításával a 12. bund helyét is megváltoztatjuk a menzúrán. De semmi gond, a húrláb babáinak előre-hátra mozgatásával könnyen belőhetjük az oktávot. Először is hangoljuk be pontosan a basszusgitárunkat, majd generáljunk egy álló hullámot a 12. bundnál, magyarul fogjunk le egy üveghangot. Ezután pedig fogjuk le alatta a bundon a hangot. Hogyha a hangológépünk azt mondja, hogy ez a két hang egyforma, akkor minden oké. Azonban, hogyha a lefogott hang magasabb, akkor bizony a 12. bund és a baba közötti húrhossz túl rövid,
Ilyenkor a babát hátrébb kell húznunk. Ha pedig a lefogott hang túl alacsony, ez azt jelenti, hogy a 12. bund és a baba közötti húrhossz túl hosszú. Ilyenkor csökkentenünk kell rajta. Vannak más rendszerű húrlábak is, azonban a legtöbb úgy működik, mint ez a fodera húrláb, tehát egy csavarral tudjuk előre vagy hátra húzni a babát, amit innen hátulról érünk el. Ha jobbra forgatjuk, akkor hátra húzzuk a babát, tehát növeljük a húrhosszt, ha pedig balra forgatjuk, akkor előre toljuk a babát, magyarul csökkentjük ennek a húrnak a hosszát. Minden állítás után hangoljunk most is, ennyi az egész. A babáknak egyáltalán nem kell katonásan egy sorban állniuk, néha összejön, hogy szép egyenletes a vonaluk, de néha nem, semmi gond. Ha van bármilyen ötleted, kérdésed vagy saját praktikád, oszd meg velünk itt a komment szekcióban, hogy mindannyian tanulhassunk belőle. Remélem, hogy segítettem, hamarosan találkozunk, jó tekergetést, sziasztok!